vízből 60 vízben áll. Házak dőltek össze tucat számra. És minden elázott. Mi lesz az után? Nem tudom elképzelni. Elnézést. Másfél hét alatt 258 épület vált teljesen lakhatatlanná. Még annál is több, mint tavaly novemberben a kárpátaljai Mezőváriban, amikor átszakadt a Tiszaigát. 1999. november, újabb nagy havazás. A Fejér megyei Perkáta és Dunaújváros között 200 autó esik a hófogságába az egyik főúton. Mentem 2 kilométert a 10 óra alatt, és én most sem mentem ki a 6-osra. Indulok végül is. Amikor a Hír 3 stábja nagy nehezen bejutott a helyszínre, már csak üres autóbuszokat talált. Az autóbuszok ugye megálltak, és az utasok ki Dunajváros fele, ki Perkáta fele gyalogosan elindult. Terhes anyát láttam, apró gyerekekkel, meg hasonló dolgokat. A főutak latyakosak, a kisebb mellékutak pedig hóbordásak, vagyis csúszósá váltak a letaposott hútól. De végül helyreáll a közlekedés az egész országban. A hó azonban gyorsan olvad, és ezért most újra a belvíz pusztít. A tavaszi és a nyári belvizek után a talaj annyira átázott, hogy már a legkisebb csapadékot sem tudja befogadni. Fejér és Békés megyében kevés épület van ilyen állapotban, de a vízből mindenhová jutott. A kazánok vízben állnak, a pincék vízben állnak, az alaksorok vízben állnak. Van olyan, aki ugye úgy építkezett, úgy rendezkedett, például a garázsba, alaksorba hűtőládák vannak, állnak a vízbe, mert sajnos ilyen a vízszint. Az év utolsó napjaiban ismét családok százainak kell félnie a víztől. Jelenleg több mint 120 ezer hektár területet borít belvíz, négyszer annyit, mint tavaly ilyenkor. Önök a Hír 3 adását látták. Következik a sport Kristóf Péterrel, majd megtudhatják, hogy milyen lesz az időjárás. Jó estét kívánok! Nősember lett Ronaldo, a világhírű brazil focista esküvőjét szűk, baráti körben tartották. Az olasz Internacionáléban játszó 23 éves futballsztár egy évvel fiatalabb, modell barátnőjét, Milena Dominguezt vette el. Az ifjú párral csak a kiváltságosok pezsgőzhettek, alig 70-en kaptak meghívót Ronaldo édesanyjának Rio luxus negyedében lévő házába. Tanúskodásra Ronaldo ügynökét, illetve egyik cége gazdasági igazgatóját, Milena pedig két bátyját kérte fel. A vőlegény azonban nem csak a jelenlévőket, hanem az egész világot üdvözölte. Szeretnék mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánni. A mostani még csak a polgári esküvő volt az egyházi szertartásra, jövő júniusban kerül sor. Addigra az ifjú pár háromtagú családdá bővül, mert Ronaldóék áprilisra várják gyermekük születését. Most viszont még nászútra mennek, 2 hetet egy Rio közeli üdülőhelyen töltenek. Greg Rusecki kihagyja a januári ausztrál nemzetközi teniszbajnokságot. A brit játékos lábsérülése miatt nem indul a jövő év első Grand Slam tornáján. Rusecki-t valószínűleg még a jövő héten megoperálják. A fejelő bajnok az NBA-be vágyik. A mindjárt látható fiatalember cirkuszban is feléphetne. Ő azonban az amerikai kosárlabda bajnokság meccseinek szünetében szeretné produkálni magát. A San Antonio Spurs sztárja David Robinson mezében egy izraeli fiatalember bűvöli a labdát. Eyal Horn nem kosárlabdázó. A 33 éves munkás egy elektromos cégnél szállítóként dolgozik, utána viszont edz, akár órákig dekázik anélkül, hogy a labdát leejtené. Közben kosarat fejel akár zicserből, akár a 3 pontos vonalon túlról. Különleges képességét Horn még gyerekkorában fedezte fel. Észrevettem, hogy rendkívüli érzéken van ahhoz, hogy a levegőben tartsam a labdát. Akár több ezerszer is belefejeltem. Erről sokáig csak kevesen tudtak. Amikor azonban a Miami Heat bemutató meccset játszott Izraelben, Horn a szünetben nagy közönség előtt is bemutathatta tudását. Innen egy csapásra beindult az üzlet, Hont meghívták a milánói McDonald's gálára, azóta pedig televíziós talkshowban lép fel. Az újdonsült tévésztár álma, hogy jövőre NBA meccsek szünetében is megmutathassa tudását. Ha ez sikerül, ő lenne az első izraeli az NBA-ben.
fehér karácsonyt jósoltunk, az ország egy részét valóban beborította a hótakaró, de még ott is hullhat, ahol eddig nem. Nyugat-Európa felől ugyanis újabb és újabb frontok érkeznek hozzánk a következő napokban is. Ezért a Közép-Európa felett sűrűsödő vastag felhőzet nem fog egyhamar szerte foszlani. További havazásra, havas esőre számíthatunk. Ez már a hőmérsékleti térkép. Európa nagyvárosaiban holnap ilyen értékeket mérnek majd. Magyarországon az éjszaka még biztos nem lesz csillagszámláló idő, egyrészt azért nem, mert sok lesz a felhő, másrészt pedig azért nem, mert kockázatos lenne ilyen zimankóban sétára indulni, főként északkeleten, ahol mínusz 13 fokos fagy várható. Máshol mínusz 10-8 fokig hűl le a levegő. Holnap is marad a vastag felhőtakaró, északkeleten havazás, máshol eső, havas eső várható. Északkeleten lesz a leghidegebb, mínusz 2 fok, máshol 0-4 fokra számíthatunk. A következő napokban valamelyest enyhül az éjszakai fagy, a maximum 5 fok közelében alakul. Eső, havas eső, sőt még hóhullás is lehet. Minden esetre legyen önöknél sál, sapka, nagykabát, és persze TV3 télen-nyáron. A bevonulástól a keresztrefeszítésig. Cefirelli nagyszabású eposza folytatódik.